Dr. Tarján Jenő, a belgyógyász kardiológus, az Egyes Számú Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa. Fogadj örökbe egy fát! Címmel indított közösségi összekovácsoló és környezetszépítő akciót a Tolna megyei Balassa János Kórház vezetése dolgozói kezdeményezése. Az idén áprilisban indult program folytatásaként most további 16 facsemetét ültettek el a kórház dolgozói. A fertőző osztály munkatársai is örökbe fogadtak egy facsemetét, hogy a fásítással hozzájáruljanak a kórház épületek környezetében a levegő tisztaságához. Mi úgy döntöttünk, hogy örökbe fogadunk egy fát, azért, hogy ezt a gyönyörű szép parkunkat még szebbé tegyük. El kell mondanom, hogy nagyon sok kórházba jártam, de ilyen gyönyörű parkot sehol nem láttam. Erre valamennyien nagyon büszkék vagyunk. És azért is, mert amióta az új kertészünk van, 2 éve csodálatossá vált a park, növényekkel lett betelepítve, nem csak a mostani fákkal, hanem egyébként is virágzó növényekkel, és gyönyörűen rendben van tartva. És nagyon büszkék vagyunk rá. Ültessél egy fát, és rakjad körbe virággal, bizonyítsad azt, hogy nem hiába jöttél a világra. Gondozzad és ápoljad, ameddig csak leszel, és közben gondolj arra, hogy ezt a jövőnkért teszed. Ahány levelet hoz, ameddigre megnő, annyi gyógyult beteg távozzék a helyről. A kampány célja egyrészt, hogy a kórház egykori, már nem élő munkatársai részére emlékfát ültessenek. Másrészt a mostani dolgozók összefogásával szépüljön a Szekszárdi Kórház parkja, mondta Német Csaba főigazgató. Az itt levő növényzet megújításra szorul, a kórház anyagi lehetőségei nyilván korlátozottak, kerestük a közösségnek a támogatását ehhez, és nagy örömömre meg is találtuk, hiszen ez a Fogadj örökbe egy fát! Című kórházi kezdeményezés, ez sok munkatársunknál talált nyitott fülekre, és ajánlottak föl kisebb-nagyobb összegeket, amiből a kórházi kertnek az építését, szépítését folytatni tudjuk. Ezt a környezetünk szépítését, ezt összekötöttük azzal a szintén közösségépítő funkcióval, hogy lehetővé tettük a munkatársainak, osztályunknak, hogy a kórházban korábban dolgozott és kiemelkedő szakmai eredményt elért személyiségeknek is lehessen fát állítani és fát fölajánlani. Ezt ki fogjuk majd táblázni az adott elültetett fáknak a tövénél, hogy az éppen kinek a fája, és ami én nekem ebben a külön érték, hogy ez további közösségformálást tesz lehetővé, hiszen az a közösség, aki azt a fát egy korábban szakmában dolgozó munkatársnak felajánlotta, az nyilván gondozni és rendszeresen látogatni fogja, ami egy rendszeres esemény lehet egy osztálynak az életébe. Úgyhogy ez a mai akció, ez tényleg nagyon sok hasznos és jó kórházi célt szolgál. A Tolna megyei Balassa János Kórház Fogadj örökbe egy fát! Programjához eddig 6 szervezeti egységtől és 12 magánszemélytől érkezett felajánlás.